Megjelent egy pályázat önkormányzatok számára, mely az illegális szemétlerakók felszámolásához nyújt anyagi támogatást. Bonyhádváros önkormányzata úgy döntött, indul a pénzforrás megszerzéséért. Kizárólag önkormányzati tulajdonon, tehát közterületen lévő illegális hulladéklerakóknak a felszámolására vonatkozik. Arról döntött most a testületünk, hogy benyújtjuk ezt a pályázatot. Település mérettől függően lehet pályázni az összegre. Ez Bonyhád tekintetében 7 millió forintot jelent. Természetesen azon dolgozunk, hogy mind a maximális 7 millió forintos támogatást megnyeressük ezen a pályázaton. Én úgy ítélem meg, hogy alapvetően a köztisztasággal olyan nagy probléma nincs a városban, hiszen rendelkezésünkre áll egy nagyon modern és minden feltételnek megfelelő hulladékudvar, ahol gyakorlatilag minden háztartásokban keletkező hulladékot átvesznek. Rendszeresen valontalanítás minden évben egy alkalommal, nem olyan rég, az őszi hónapokban szokott lenni, zajlott le a város közterületén. És nagyon sokszor ugyan megjelennek hulladékgyűjtő szigetek környékén pluszban odavitt hulladékok, de én azt gondolom, hogy még mindig jobb, hogyha ott helyezik el ezeket a zsákokban, vagy akár sokszor annélkül elhelyezett plusz szemetet a lakosság, mint hogyha valahova az erdő aljára, vagy különböző mezőgazdasági területekre, földes utak mentén szórnák el. Sajnos erről is van azért tapasztalat, de nem gondolnám, hogy bármilyen más településhez viszonyítva nálunk nagyobb probléma lenne, de mindig előfordul. A város vadkamerákat helyezett ki azokra a mellékutakra, melyek mentén megjelentek az illegális hulladékok, ezzel távol tartva a szabálysértőket. Az eredmény pozitív, mondja Filóni Ferenci Bolya polgármester, van visszatartó ereje a megfigyelésnek. Ugyanakkor sajnos vannak olyanok, akik még mindig megtalálják az újabb és újabb közterületeket annak érdekében, hogy megszabaduljanak a saját számukra feleslegessé vált holmiktól. Valójában nem értem magánemberként és polgármesterként sem, hogy miért van erre szükség, hiszen a városba bevezetésre került már évek óta a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, akár társasházban, akár családi házas övezetben lakik valaki, mindenkinek a saját otthonában rendelkezésre áll olyan hulladékgyűjtő konténer, illetve kuka, amiben a szelektív hulladékot gyűjtheti. A komposztálás is egyre népszerűbb, és bízom benne, hogy még népszerűbb lesz. Ezért gyakorlatilag a kommunális hulladék minimálisra csökkenthető egy-egy háztartásba, és akkor még nem beszéltünk a környezettudatos gondolkodásról. Nagyon fontosnak tartom ezt a témát, azt is, hogy szemléletformálással az önkormányzat is mindent megtegyen annak érdekében, hogy a lakosság egyre inkább igénybe vegye minden olyan szolgáltatást, amivel rendelkezünk, és amivel élhet lehetőségként. A testület előtt beszámolt éves tevékenységéről Szőcs Zoltán, a Völgységi Múzeum igazgatója, akinek ez volt az utolsó megszólalása igazgatóként. Bár a napirend a beszámoló maga az elmúlt évnek a beszámolója a múzeum tevékenységéről szólva, de az apropó, hogy igazgató úr most hosszabban is beszélt, az nyilván az, hogy október 31-ével megszűnik a munkaviszonya 33 évet követően. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében nagyon aktív és egészséges nyugdíjas éveket kívánunk igazgató úrnak, és csak jelképesen köszönnék most meg a polgármester úrnak ezt a 33 évet, hiszen egyéb jutatásban részesülő igazgató úr, és ezt ezen kívül tényleg csak egy jelképes ajándékkal köszönnék meg ezt a munkát, és mindannyiunk nevében még egyszer egészséges, aktív nyugdíjas éveket kívánok, hiszen a tájékoztató alapítvány élén azt gondolom, hogy továbbra is szoros munkakapcsolat lesz közöttünk. Köszönöm szépen! A napirend kapcsán a testület érvénytelenítette az új igazgatói pályázatot, és átmeneti időre Minkert Borbálát, az múzeum igazgató helyettesét bízta meg az intézmény vezetésével.